Megkérném az ez év tavasszal frissen új alakult Rotary Klub Orosháza képviseletében Csongrádi Pált, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen, és az Orosházi Klub nevében tisztelettel köszöntök mindenkit. Valóban én is egy olyan klubot képviselek, amely nem túl nagy múltra, de nem mondok valót, mert nagy múltra tekint vissza, hiszen Orosházán is volt a 30-as években már klub, akkor még faluként, talán az első ilyen település szint. De az újabb idők szerint, tehát április óta vagyunk ismét klubbá szerveződve, úgyhogy inkább a megfigyelő státuszát töltöm be én is, bár ötleteink vannak, de inkább a tájékozódás fázisában vagyunk. Szeretnénk valóban a tevékenységünket oda koordinálni, ahol szükség van rá, és ehhez ötleteink természetesen vannak, de azt a chicagói alapgondolatot tartjuk mi is nagyon fontosnak, hogy az élhető közösség és település határozza meg a tevékenységünket, és ebből kiindulva gondoltam én magam is nagyon fontosnak azt, hogy vegyük fel a kapcsolatot azokkal a fiatalokkal, bár nálunk ugye értelemszerűen még sem Rotaract, sem pedig Interact Club nincs, de bízom benne, hogy talán megérjük azt is, hogy mi az igényük, az elvárásuk azoknak a fiataloknak, akik ott volna jó, hogy maradjanak a településen, és így a talán kicsit, vagy nagyon hátrányos helyzetű Dél-Magyarországot a fellendülés útján hát reprezentálják a későbbi évtizedekben, és hát gondolom minden településen diák önkormányzatok, ifjúsági szervezetek ezen formái működnek, úgyhogy a diák polgármesterrel és a vezetőséggel több alkalommal találkoztunk, olyan témákban tartott előadásainkon részt is vesznek, amely szorosabban kapcsolódóan érinti őket, és hát ezen az úton szeretnénk tulajdonképpen a támogatásainkat is a jövőben kifejteni elsősorban, és hát az ő különböző rendezvényeiken mi is párhuzamosan részt kívánunk venni. Egy szoros együttműködés látszik kialakulónak ezen a téren. A másik terület, ami szintén itt többek által érintett volt már eddig is, azok a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban fiatalok, gyerekek, akik megint csak mindenütt megtalálhatók különböző számban, és hát az ő segítségük különösen fontos lehet. Orosházán működik egy Vadvirág Esélyegyenlőség Klub, amely szintén jótékonysági bálat szervezett, és ebben már közreműködtünk, képviseltettük magunkat idén. És hát a nyári uborka szezont követendően hát egy kicsit próbáltunk fölpörögni is, és hát első talán kézzelfogható projektunk megvalósulását valóban kézben tartom és kézben fogom, amit elhoztam ide megmutatni, megosztani. Néhány példány akár még a későbbiek során megvásárlásra is kerülhet, de természetesen minden klubnak fogunk is küldeni referencia példányokat. Azt gondoltuk, hogy ebben a jubileumi évben ilyen módon próbáljuk maradandóvá, de ha úgy tetszik átmenetivé tenni ezt a fajta megmutatkozást, mert az évek jönnek, az évek mennek, és ha az adott évet tekintjük, akkor egy naptár egy adott éven belül akár mindennapos látványosság és használati eszköz vagy hát tárgy is lehet, és hát lehetőséget ad egy ilyen naptár arra is, hogy az elkövetkező években más naptárak kövessék. Mindenképpen szeretnénk, ha, és úgy néz ki, hogy már kedvező a fogadtatás a szűkebb pátriánkban, tehát ha szélesebb körben is az lesz, akkor az elkövetkező években hasonló kiadvánnyal fogunk megjelenni, és hát ennek is a profitját, ha úgy tetszik, akkor megfelelő helyre forgatva hát hasznosítani tudjuk. Annyit mondanék a naptárról, hogy igyekeztünk azokat a városi objektumokat megjeleníteni, amelyekről korábbi fotó is rendelkezésre állt, és így egy párhuzamot nyújtva a régi, illetve az adott helyen újként megjelenő hát létesítmények között, és hát természetesen magyarul, illetve angol-német nyelven egy kis információ is megjelenik a létesítményekhez. Nem kihasználva a 10 percet lehetőséget adva másoknak is arra, hogy megmutassák magukat, köszönöm szépen a lehetőséget a magam és a klubom nevében is.